Hello, sziasztok! Ez egy Vamtec TPS 605-ös táp, amit ott annó a videómban mértem, és azokat a feszültségeket fogom megmérni a két mostani műszeremmel, ami itthon van. Ez inkább arról szól, milyen pontos a feszültség tartása, de csak ezekhez viszonyítva, mert a Fluke 45-ös már nincs itthon. És ahol a videóban mértem, oda beállítom ugyanúgy a tápegységet. Nem sokat számít az áramkorlát, de 200 mA-en volt, most is ott lesz, mert ugye ezt nem fog működésbe lépni. Már megint az áramba vagyunk, hogyan van? Így, ja, hogy kiment a 7 volt. Furák ezek a kezelőszervek nekem. Szóval most ez 10 volt, 200 mA-be kezdünk, azt ki is engedhetjük. Ugye 10 voltot fog tartani. Az ezek szerint, a műszerek szerint ennyi volt, és azért vagyok kíváncsi rá, mert ezt ott a videóban is a Fluke 45-ön megmérem. Ez 9,97 ezeken a műszereken. Szóval ezeken a műszereken ez így néz ki. Még egyszer összehasonlítás kép. Kimegy ott a 10 volt, az 9,974 egy pontos műszeren. Hát ez a műszer pontosabb. És utána egy 3 voltot is mérek. Nem tudom, látod, de 3 voltra van beállítva a táp. Ja, mindjárt lecsökkenünk odáig, még nem teljesen sikerült a kondit visszasütnie. Na, 3 volt, a Fluke-kor az 2,9884. Hát, és ez még médiumban van, szóval ennél még lenne egyel pontosabb az a műszer. Na mindegy, de ez egy elég pontos mérés. Ez 2,99. Ezek a műszerek nagyon jó működnek. Meg hát ez a tápegység természetesen ugyanaz, mint az a tápegység, azóta ez nyugtetve nem lett. És azért tudom így videó alapján összehasonlítani. Ott se nagyon futkosott, és akkor valami más feszültséget még mutassál, jó-e? Na, talán a 26 volt. Meg lesz itt is. Az 25,982. Hát, azt én már, ez a 9,9-et, ezeken a műszereken fölfelé kerekíteném, de végül is mutatja, hogy 25-nél kevesebb. De hát mennyivel? 25,982, azt ők így mérik. Letekertem 5 voltra, ugye meg kell várni, még beáll. Azért 5 voltra, mert azt a Fluke-kal ott megmértem. Ezt elég pontosan tartja, mert ezek a műszerek is azt mondják. Ugye megnézzük, hogy ott. Ezt a kondit süti. Most már talán ott vagyunk. Látjátok? Ott van, 4,989. Ez ugye, ha jól számolom, 11 millivolttal van csak lejjebb. És ő 6 pontos, ez a műszer. Meg hát ő is, az 5 volt, az 5 volt. Ugye a Fluke a 100 kHz-ig mért AC-t, ott AC tartalom van, hát ezek ezt a frekvenciát, a nagy frekis zajt már nem is mérik. Amúgy 4,99-re visszaesett így hosszú távon, így mert méregetek a videóba. Ugye nem esett vissza, hanem 4,982 volt, na mindegy, szóval tartja pontosan. De ez a műszer, ez valami irgalmatlan pontos, de szerintem ez is csak kérdés, hogy hogy kezeli a túlcsordult részt. Nem túlcsordult, az elhagyott részt, amit ő nem mér. Még most áll be, de hát a videót itt sikerült megállítani, 25 volt, az 24,985 a Fluke szerint. Ezek a műszerek teljesen működnek. Amennyit kieleznek, az a része az 6 pontos ezeknek. A videón nem látszik, de 40 voltot állítottam be, az 40,01. A műszereim 6 pontosak, azt kell, hogy mondjam. Ahány digitesek, az annyi. Ennél pontosabbokat nem hiszem, hogy azért a pénzért lehetne venni. Ennek körülök a 10 voltnak, ez a 9,987, mert az itt egy pontosabb mérés, ugye, mert 20 voltos mérés határon vagyok. Na ez tényleg, ez a 9,99, ez írtózatos. Itt egy kicsit ő följebb mért. Ez nagyon jó. Más feszkót sajnos nem mértem meg ebbe a videóba, úgyhogy
iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok a semmiről, ez a feszültség pontossága a műszereimnek, főleg meg a tápegységnek. Sziasztok!